Az Ercsi kézilabda jelenleg az utánpótlás csapat működésére korlátozódik, női és férfi felnőtt csapat nélkül vagyunk már évek óta. A fiatalok végzik a dolgukat, most éppen egy felkészülési tornán sikerült elcsípnünk őket. Igen, ez egy teljesen más rendszerbe épül föl, mint a bajnokság, hiszen itt nincs kiszabva, hogy mekkora, tehát hogy nincs korosztályos csoportolás, U14-15, de lehetnek fiatalabbak is, pont azért, hogy a többi csapatból is megmérkőzhessenek egymással a fiatalok. Próbálunk jó kapcsolatot ápolni ezekkel a csapatokkal, hiszen egymáshoz közel vagyunk, és nagyon fontos az, hogy itt még a szezon kezdet előtt lássuk, hogy hol állunk éppen a gyerekekkel. De nagyon fontosnak tartottuk ezt a kupasorozatot, hiszen vannak új játékosaink, és szeretnénk őket minél hamarabb beépíteni a csapatba. Emberanyagba van-e utánpótlás? Az utánpótlásnak van-e utánpótlása, míg a kilátásaink? 22 gyerek játszik, ugye ebből 9 nem játszott sajnos a szezon a bajnokságban, hiszen ők még túl kicsik. Tehát van utánpótlás, ugye jövőre ők már játszhatnak, pont bele fognak esni a korosztályos besorolásba. Úgyhogy hálásnak azt tudjuk mondani, hogy igen, van utánpótlásnak az utánpótlása is. Ebbe a bajnokságba, ahol most mi mozgunk, azért már van győztes meccsünk, illetve most is láttuk, hogy sikerült nyerni. Igen, tehát itt azért tudni kell, hogy a gyerekek nagy része most lát először életében kézilabdát, főleg a barátok invitálására, illetve mi keressük meg őket, hogy mi lenne, hogyha lejönnének, kipróbálják, és hála Istennek eddig még nem volt olyan srácunk, aki azt mondta, hogy hát ő neki az nem tetszik. A labdarúgó utánpótlásról tudom, hogy ott ahhoz, hogy kiállítsák a korosztályokat, hát bizony nagyon-nagyon kínlódnak, sokkal több ember kéne, sokkal nagyobb merítés, hogy az igazán jókat, tehetségeseket, mert akik bírják a strapát és el is kötelezik magukat, azokat ki lehessen emelni, és hát gondolom, hogy ti is gondokkal küzdötök, mert ugye van egy általános iskolánk, illetve van egy jó csomó gyerek, aki máshová jár. Hát sajnos igen, tehát hogy még mindig kevesen vannak, hiszen hogyha megnézzük azt a pár embert, aki játszott bajnokságban, az a 12-13 gyerek, az kevés. Hiszen csak gondoljunk arra, hogy betegségek miatt, esetleg családi program miatt nem tud eljönni 2-3, és már nem alig vagyunk, nincs kevesebb cserelehetőségünk van, illetve sajnos jönnek a pontlevonások. Tehát sajnos küzdünk mi is az ember hiánya, próbálunk szeretni minél több gyereket, de nagyon nehéz. Edzőként még egy kérdés elejéig itt maradva az utánpótlásnál, mi az a megfelelő számú játékos, akiből tényleg össze lehet egy stabil, jó, erős, fejlődőképes csapatot gyúrni? Hát, hogyha mondjuk az U14-15-ös korosztályt nézünk, akkor kb. 20 gyerek lenne, csak a 14-15 évesekből. Hogyha mondjuk hogyha két csapatra veszük a mostani játékosokat, akkor kb. 40 gyerek szükséges lenne. Hogy tényleg azt tudjam mondani, hogy akkor egy erős, stabil utánpótlásunk, egy erős, stabil csapatunk van. Hiszen könnyebbek lennének az edzések is, nagyobb, tehát sokkal többen tudnánk lenni, más feladatokat is tudnánk végezni, hiszen azt azért tudni kell, hogy nem végezhetik ugyanazt a 15 évesek, illetve a 11 évesek sem. Versünk egy pillantást az őszi szezonra, itt volt azért győzelmünk, mert hát azért helytállt a csapat, volt, amikor kevéssel maradtunk le, aztán meg voltak azért nagy zakók is, ismerjük be. A mi bajnokságunk elég erős, mondjuk, hogy mi újoncanként mutatkozunk be, a többi csapat már legalább 4-5 éve benn vannak a bajnokságban. Én úgy gondolom, hogy sajnos volt 3-4 meccsünk, amit meg kellett volna nyernünk, de sajnos még a rutintalanságunk miatt ezeket elvesztettük. De fejjel, előre nézünk, tavaszban nagyon bízunk, és reméljük, hogy ezeket meg tudjuk ezeket a mérkőzéseket nyerni. Hát akkor a tavasz, lassan kezdődik a szezon, kivel, mikor, hogyan, aki esetleg kíváncsi rá, és nem csak a szülők, hanem egyéb érdeklődők is megnézhetik a csapatot itt a Városi Sportcsarnokban. Mikor jöjjenek, mikor lesznek ezek a mérkőzések? Február 15-én lesz itthon 5 órakor szombaton a mérkőzés, és Diósdal játszunk. Ők most jelenleg másodikok vagy harmadikok, pontosan nem is tudom. Ula, nagyon szépen köszönjük, mindjárt engedünk is, mert játszik a csapat, és hát akkor sok sikert kívánunk, és reméljük, hogy lesz egy izmos felnőtt csapat a srácokból. Köszönjük szépen, remélem én is, hogy sikerül addig végigvinni őket.